Hasznos és könnyed győzelem, talán így foglalható össze a Fradi szempontjából a Moson-Magyaróvár elleni bajnoki siker. Elek Gábor lányai 30-16-ra győzték le a tabella 10. helyén álló mosoniakat, úgy, hogy néhány tanulságot a közelgő BL meccsekre is le tudtak vonni. Hosszú idő után megmutattuk azt, hogy ha akarunk, akkor tudunk védekezni. Mondjuk ehhez kellett az, hogy egy olyan idegállapotba kerüljünk, ami mondjuk az előző mérkőzéseken túlmutatott. Tehát az arisztokrata angol kisasszony védekezést arrébb tettük, és elkezdtünk ütközni, egy kicsit mérgesek voltunk, és azonnal tudtunk is. Tehát ez mindenképpen pozitív volt. Hát most nyilván az a kérdés, hogy ezt hogyan fogjuk tudni elérni a következő meccsekre, tehát lehet, hogy fel kell pofoznom a csapatot mérkőzés előtt, és akkor haragudjanak rám, de körülbelül ennyi a tapasztalatának a mérkőzésnek. Az utóbbi mérkőzéseken elég sokszor kerültünk hátra az első negyed órában, és itt se volt az igazi még, azt kell mondjam, de már látszott az, hogy külön erre koncentrálunk, és előre lépünk ebbe, de mindenképp a magabiztos győzelem az fontos volt. Örültem, hogy sokat játszottak, és hogy fent lehetek a pályán, igazából most ez a meccs ilyen gyakorlás volt ugye a védekezésre, igazából most ez a legfontosabb, hogy a védekezésünk az minél jobban összeálljon. Na és akkor hogy látod ebből kiindulva, milyen a védekezés most? Egyre jobb, igaz, vannak hibák benne még, de ez szerintem érthető is, ugye, hogy kulcsembereink estek még ki, de mi arra törekszünk, hogy minél jobb legyen, és szerintem ez jó is lesz majd egy idő után. Bent hármasban még meg kell szoknunk egymást, azért most tényleg jött pluszba Pastor Nono, szóval még neki is föl kell vennie azt a védekezési stílust, amit mi itt csinálunk. Még én is új vagyok hármasban, szóval még nekem is sokat kell tanulnom, úgyhogy én is törekszek arra, hogy minél jobban menjen ez, de jó lesz. A lányok Ramos Zsinórban három bajnokok ligája mérkőzés vár. Előbb február 23-án, szombaton a Thüringert fogadják, majd egy hétre rá az Eto otthonába látogatnak, míg a csoportküzdelmek zárásaként a Krim Mercatort látják vendégül. A papírforma alapján a sorban először egy kötelező győzelem kell, hogy következzen. Hazai pályán mindenképp kötelező győzelem. Még annyira nem néztem előre, meg csapatszinten sem, úgyhogy nem tudjuk, hogy egyelőre akik ott még sérültek voltak azon a mérkőzésen, azok szóba jöhetnek-e, hogy esetleg már játszanak szombaton. Ez hétfőtől kezdődik úgymond ennek a feltérképezése, de hazai pályán egyértelmű győzelmet várok a csapattól, nehéz mérkőzés lesz, főleg, hogyha egy-két sérültük vissza tud jönni, akkor mindenképp. Úgyhogy nagyon fel kell készülnünk rájuk, és nem szabad abból kiindulni, hogy idegenben el tudtuk hozni a két pontot, hiszen nagyon nehéz mérkőzés volt hazai pályán, úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy kicsit még nehezebb lesz. Valóban azt gondolom, hogy talán ez a két csapat, tehát a Thüringer és Jugendáról beszélünk gyengébb, mint mi, de iszonyat nagy harcosok, és ha mi ebben nem tudjuk fölvenni a kesztyűt, vagy egy kicsit talán alul maradunk, akkor azok hozhatnak olyan periódusokat, mint amit láttunk Thüringerbe vagy Jugendába, tehát ezt szeretnénk elkerülni, tehát nekünk ezt a hőfokot kell elérnünk mindenképpen, tehát ahogy most itt a 15-20. Perctől kezdem ezt. A Fradi két tinédzser átlövőjére eddig sem lehetett panasz. A BL újonc Kluiber Katrin és a még mindig csak 20 éves Háfra Noémi is letette névjegyét a legjobbak között. Kluibert például az előző forduló legjobb játékosának választották, míg Háfra egyik gólja a legszebb találatok közé került be. Kovacsics Anikót, mint csapatkapitányt a brillírozó fiatalok teljesítményéről kérdeztük. Nagyon büszke vagyok rájuk, és pont az az érzés, ami ott a Győr elleni meccsen volt, amikor nem tudtam ugye játszani, és volt egy olyan felállásunk, hogy mind a szélen, mind két lövőben ott voltak ezek a fiatal csajok, ugye a nyári junior VB után újra együtt játszanak, plusz még most jött Pásztor Noémi is. Én nagyon büszkén nézem őket, és tudom, hogy dolgoznak edzésen, ezért ilyen jók az eredményeik is, a meccsen is kijön ez, úgyhogy nagyon nagy dolgokat fognak ők véghez vinni, és már most elkezdték, úgyhogy fantasztikusak. Mennyire nézitek a másik csoportot? Ugye a papírformát nézzük, akkor Rostov, Metz, meg Budućnost, hát nem tudom, ki akar választani, meg ki tudna. Először is szerintem a legfontosabb az, hogy nekünk a két hazai meccset, ahhoz, hogy mi helyezzük a másik csoportot, szerintem azt mindenképpen kell hoznunk magunk miatt is. Fontos a győzelem, és ugyanúgy a Ljubljana is, és a Thüringer is itthon szerintem egy kötelező győzelem, és én személy szerint nem szeretek számolgatni, én bízok a sorsban, és lesz, ami lesz. Á,
Hát igazából nem válogatnék, én azt mondom, hogy legyünk ott, és az aktuális ellenfél ellen lépünk pályára, és csináljunk esetleg egy-egy bravúrt. Az úgy is eldől, tehát hogy kivel, meg hogyan, meg mind. Nyilván figyeljük, tehát nem azt mondom, de az, hogy tehát itt nincsenek vágyak, meg nincsenek álmok, vagy mi szeretnénk, azt szeretnénk. Összességében ennek a pillanatnyi Fradinak szerintem ide a három csapat olyan, amelyik talán nem a legkedvezőbb, de igazából nekem nem ezekkel foglalkozni, majd úgyis jön, akinek jönnie kell, és majd akkor elkezdünk meg foglalkozni.